2,5 fok. Ennyivel volt hidegebb az idei április az előző évihez képest. Ez pedig a gázszámlákon is éreztette hatását, többet fűtöttünk az előző hónapban. Mindez az energiahivatal adataiból is jól látszik, több mint 942 millió köbméter földgázt fogyasztott az ország idén a negyedik hónapban, ami közel 200 millió köbméterrel több, mint 2020 áprilisának fogyasztása. Mint a hivatal szóvivőjétől megtudtuk, a megnövekedett igények nem okoztak gondot az ellátásban, az végig folyamatos volt. Ezért is nagyon fontos, hogy a gáztárolókban mindig elegendő gázkészlet legyen. Természetesen a gáztárolókon túl a hazai ellátás támogatja a hazai kitermelésű földgáz is, ez mintegy 10-12%-át adja az összes hazai felhasználásnak, és természetesen nagyon fontos az import is, e tekintetben fontosak azok a fejlesztések is, ami a nyugati és a keleti, illetve az északi betáplálási pontok mellett további lehetőségeket fog majd ahhoz adni, hogy meg tudjuk oldani, hogy minél olcsóbban jussunk, minél több helyről földgázhoz. A hazai gáztárolók nagyjából 40%-a van jelenleg feltöltve, ez bármilyen rendkívüli helyzetre megfelelő kapacitás biztosít, tette hozzá a szakember. Noha az előző fűtési idént még épp csak, hogy magunk mögött hagytuk, már javában folyik a felkészülés a következő téli időszakra. Október elejéig ugyanis 2,1 milliárd köbméter gázt kell betárolni a lakosság ellátására. A gázvezetékeken érkező gáz jelentős részben bekerül a földgáztárolókba. Tudni kell, hogy a földgáz, amit tárolókba elhelyezünk, ez nem valamiféle mesterséges képződmény, hanem olyan kiürült földgázvedőhelyek, ahova vissza lehet sajtolni az érkező földgáz. Természetesen van költsége, hiszen amikor újra felszínre hozzuk a földgázt, újra tisztítani kell, be kell állítani ahhoz, hogy számunkra és a háztartásainkban újra felhasználható legyen. A Magyar Földgáztároló ZRT 4 föld alatti tárolója közül a megyénkhez legközelebbi Hajdúszoboszlón található, melynek kitárolási kapacitása 16, betárolási kapacitása pedig 10,3 millió köbméter naponta.